Lassan 10 hónapja nem szállíthatnak a magyar feldolgozó üzemek az unión kívüli országokba baromfi húst. Ez óriási piacvesztés volt, mondta el az egyik legnagyobb hazai baromfi feldolgozó üzem, a Mastergood Kft. Tulajdonosa, Bárány László televíziónknak. Mint ismert, a madárinfluenza járvány itthon 2016 novemberében Békés megyében jelent meg. Óriási károkat szenvedett el az ágazat. A fertőző és gyors elhullást okozó betegség terjedése miatt majdnem 3 millió baromfi veszett oda, de károk érték a feldolgozó üzemeket is. A kisvárdai baromfi feldolgozóban évente 110 ezer tonna csirkét dolgoznak fel, a cég árbevételének 70%-a exportból származik, ezért jelentős bevételtől estek el az embargó miatt. Azok a konkurens országok, elsősorban a nyugat-európai uniós baromfis nagyhatalmak, hollandok, lengyelek, németek, franciák hasonló problémával szembesültek, és hasonló károkat szenvedtek a madárinfluenza miatt, mint Magyarország. Így ezekre a piacokra ők nem tudtak bennünket se beelőzni, se beszállítani. De azért a világ azért globalizált, és ott voltak az amerikaiak, ott vannak a brazilok, akik azért nyomolnak ezekre a piacokra. Bizonyos értelemben ezeket a piacokat vissza kell, hogy kérjük a korábbi konkurenseinktől, hát nyilván ez nem egy egyszerűsített kérelem formájában történik, hanem ezt úgy hívják, hogy erős piaci verseny. A tilalom feloldásával Japánba, Dél-Koreába, Tajvanra, Dél-Afrikába és Kanadába is újra elindulhat a baromfi kivitel. Itthon a madárinfluenza veszélyének csökkentésére szigorítottak az állattartás feltételein, amit idén szeptemberben ellenőrizni is fognak a szakhatóságok. Olyan helyre, ahol nincsenek meg a minimális állattartás feltételei, nagy üzemi állattartásról beszélünk, több ezer baromfis állattartó telepekről, ahol ezek a feltételek hiányoznak, egyszerűen a hatóság szigorúan fellép, ellenőriz és nem enged állattartást és állattelepítést. Így egyfajta veszélyminimalizálás megtörtént. Állami kártalanításban azok a baromfi tartó telepek részesülnek, ahol teljesen odaveszett az állomány, mondta el az ügyvezető. A legnagyobb kár a kacsa és libavágó üzemeket érte, volt, ahol egyetlen víziszárnya sem maradt meg. Hiány volt kacsa és libahúsból a tavalyi évben, még csak most kezd a termelékenységi szint ismét emelkedni. Uniós jóváhagyás után a feldolgozók 2 milliárd, az állattartó telepek 2,5 milliárd forint állami támogatást kaphatnak.